Bekészítve az üres kémcsövek, amelyek nem sokára már vérrel lesznek tele. Kedden kezdődtek a hagyományos őszi véradó napok az egyetemen, ahol rendszeresen lehetőséget biztosítanak erre. A felsőoktatási intézmény ugyanis nem csak az oktatást tartja fontosnak, hanem a társadalmi felelősségvállalást is. A hallgatóink, munkatársaink élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy önzetlenül segíthetnek másokon. Ez rendszerint kétszer valósul meg egyetemünkön, a tavaszi, illetve az őszi fél évnek általában az első periódusában, így most októberben, illetve a következő alkalommal majd február-március környékén várható ilyen esemény. Mielőtt leveszik a donorok vérét, egy adatrögzítésen és vérellenőrzésen kell átesniük. Ha az ezt követő vizsgálatokon is mindent rendben találnak náluk, akkor adhatnak vért. Erre azoknak a 18 és 65 év közöttieknek van lehetőségük, akik testsúlya minimum 50 kg, és nincs kizáró ismert betegségük. Egy ember 56 naponta adhat vért. Ez a fiatal ember 18 évesen tette meg ezt először, szeretne másokat is ösztönözni a segítés ezen módjára. Próbálok rendszeresen eljönni, amikor van alkalomra, otthon is, meg itt az egyetemen is, mindig első alkalomra. Ha sikerül, ha van órám, akkor viszont nem tudok eljönni időbe, viszont legtöbbször van időm, és azért tartom fontosnak, mivel hogy mint nekem, én is ritka nulla negatívos vércsoportú vagyok, fontos, hogy másoknak segítsünk ezzel. Tehát, hogy másoknak, akinek szükség van vérpótlásra, lehetőséget adjunk, hogy hát vérhez jussanak. Véradás előtt és után is fontos a megfelelő folyadék utánpótlás. A vérlevétele közben pedig labdát kell nyomkodniuk a donoroknak, hogy egyenletesen áramoljon a vérük a csőbe. Sokan csak akkor találkoznak az önkéntesség ezen formájával, amikor irányított véradás keretében mennek el valamelyik ismerősüknek segíteni. A vérpótlásra azonban folyamatosan szükség van, ehhez pedig különösen fontos a fiatalok megszólítása és motiválása. Egy egyetemi képzésben résztvevőről joggal feltételezzük, hogy a jövő értelmiségi generációját fogja képviselni, tehát az, hogy ők majd a saját munkahelyükön, közegükben hogyan viselkednek, hogyan mutatnak példát másoknak, az nagyon fontos. Ez az a korosztály, aki pont belép a véradói korosztályba, tehát éppen elmúlnak 18 évesek, életkorukból fakadóan kicsattanóan egészségesek. A lányok esetében szokott esetleg az 50 kiló problémát okozni, hogy nem érik el, de egyébként ők lennének azok, akik a folyamatos utánpótlásról tudnának gondoskodni hosszú éveken át. Szerdán 11 órától, csütörtökön pedig 10:30-től 2,5 órán keresztül várják a Nyíregyházi Egyetem B épületében nem csak a hallgatókat és a dolgozókat, hanem bárkit, aki szeretne vérével segíteni. Ők azon túl, hogy 3 életet megmentenek, egy nyereményjátékban is részt vehetnek, hiszen a véradás után egy kupont kapnak, amit beregisztrálva különböző nyereményekre tehetnek szert.